Székely udvara egyik legszebb épülete a Haberslund Villa, mely a mostoha körülmények ellenére is még mindig gyönyörű. A századfordulón épült, majd a II. Világháború után államosították, előbb tüdőszanatóriumként, majd szülészetként. A rendszerváltást követően pedig iskolaként is működött a 90-es évek végéig, ebben a periódusban nem kívánt bővítéseket eszközöltek rajta, amelyek miatt sokat romlott az épület összképe. A stílus eltér a többi korabeli udvarhelyi épületétől, a német eklekticizmus ízlésvilágát mutatja, tervezője, építetője és lakója Haberslund Károly építész volt. A patinás ingatlan az utóbbi években annyira rossz állapotba került, hogy már csak a hajléktalanoknak kellett. 3 éve viszont az önkormányzat tulajdonába került, felújítása napokon belül elkezdődik. A Haberslund villánál a munkálatok várhatóan hétfőn kezdődnek, az összérték közel 1,5 millió lej, a kivitelezés időtartama 6 hónap. A város történeti szempontból igen értékes épület felújítása csak azért kezdődik el most, mert a tervező nem készítette el időben a terveket. A közbeszerzési eljárás során a Makobsz Kft. Nyerte el a kivitelezési jogot. A városvezetés azt szeretné, hogy jövő év tavaszáig jelentős mértékben felújítsák az épületet, mely a Házrezső Múzeum otthona lesz. Az ingatlan tatarozásáról szóló szerződést, valamint a munkálatok elindításáról szóló rendeletet tegnap látta el kézjegyével, Bunta Levente polgármester.